Egyelőre ideiglenes helyszínen válogathatnak a könyvekből a gyerekek a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az intézményben tavaly év végén kezdték meg a gyermekrészlek felújítását. A munkálatok még zajlanak. Az olvasók visszajelzése alapján fontos szempont volt, hogy a korábbihoz képest színesebb, otthonosabb közösségi teret alakítsanak ki. A beruházást a fenntartó 17 millió forinttal, az NKA pedig további 3,5 millió forinttal támogatta. A részleget a tervek szerint szeptemberben vehetik birtokba a gyerekek. Nagyon szép színes bútorok készültek el, gyakorlatilag ezek a régi bútoraink, de senki meg nem mondaná, hiszen a mai kornak megfelelően vidám színekkel festették ki, illetve hát gyakorlatilag a teljes bútorzat így megújul. Az NK pályázaton is gyerekbútorokat, babzsákokat tudtunk venni, irodai munkaasztalt a kollégáknak, hogy kényelmesebb legyen a munkavégzés. Valamint egy újítás az, hogy a zöld könyvtár koncepcióban gondolkodunk, és ennek már több állomásán vagyunk túl, vagy valósítottuk meg. És itt a gyerekkönyvtárban kialakítunk, és az még most fog elkészülni február végére, egy lombos fa pihenő padokkal, ülő padokkal, olvasó padokkal. A megyei könyvtár épületében kialakított képregénytárban is lesz változás idén. Az eddig nyitott teret elválasztják, és külön bejárata lesz. A pandémia ellenére a könyvtár vezetése törekszik arra, hogy tartalmas szakmai és családi programokkal töltse meg az intézményt. Minden kedden 10 órától a ringató, minden pénteken 10 órától a szitapita péntek, ezek a legkisebbeknek szóló programok, de folytatjuk a programsorozatainkat, mint az utazók a könyvtárban, a helytörténeti esték, a mindentudás könyvtára a gyerekeknek, úgyhogy számos programmal várjuk az érdeklődőket minden korosztálynak. Vannak személyesen látogatható programjaink, de van olyan, amit csak az online térbe vetítünk a pandémia és a Covid miatt. A könyvtár egész évben várja az irodalom és kultúra rajongóit. Legközelebb márciusban jelentkeznek többnapos programkínálattal. Az Internet Fiesta című rendezvénysorozathoz 23 éve csatlakozott a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, azzal a céllal, hogy a digitális és internetes tartalmakat megismertesse, népszerűsítse az olvasók körében.